Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Rengeteg gondolat csapong a fejembe, úgyhogy megpróbálom egy kicsit rendbe szedni őket, és kezdem is az elsővel. Biztosan nagyon sokan láttátok már, hogy elindult végre a Brodapest. El sem hiszem, hogy végre ezt így ki lehet mondani. Van Instagram oldalunk is, lent lesz a leírásban. Van egy szuper kép a profilon rólunk, a csapattagokról. Ott mindenkit láthattok, hogy kik vannak benne, kik alkotják végül is a Brodapestet. Ezen kívül elindult a YouTube csatornánk is, ahova a bemutatkozó videót már feltöltöttük, de körülbelül ezzel a videóval egy időben érkezik egy új videó, amit Csongi és Bence vettek fel nektek. Iszonyatosan vicces, úgyhogy ha ezt a videót megnéztétek, akkor mindenképpen az legyen a következő. Ezután a következő dolog, ami miatt iszonyatosan izgatott vagyok, ugyanis nekem ez az egyik szerelmem, a kozmetika és a bőrápolás. Rengetegen kérdeztek bőrápolási tippeket, tanácsokat tőlem, és most úgy gondoltam, hogy megpróbálok nektek pár tanácsot adni. Elmesélem nektek az én bőrápolási rutinomat, és pár plusz információt, hogyha valamit esetleg nem tudnátok még. Tehát kezdjük is a bőrtípussal. Az én bőrtípusom kombinált, ami azt jelenti, hogy a középvonalon zsíros, esetleg pattanásos is néha, a két arcomon, két oldalt pedig száraz és nagyon érzékeny, kipirosodásra hajlamos, és nagyon sokszor van, hogy feszül, néha fáj is, nagyon oda kell figyelni a hidratálására. Ezen kívül természetesen vannak olyan bőrök is, amelyik nem csak T-zónában, hanem az egész arc területén zsíros, esetleg pattanásos, rossz esetben aknés, amit néha még a kozmetikusok sem kezelhetnek, hogyha esetleg te, aki most nézed ezt a videót, ilyen bőrtípusod van, mindenképpen fordulj bőrgyógyászhoz, és konzultálj vele, biztosan tud neked valami olyan gyógyszert adni, ami segít a pattanásokon. Ám ha valakinek nem ilyen rossz a pattanása, akkor mindenképpen forduljon kozmetikushoz. Tinédzser korba körülbelül havonta ajánlott nagy kezelést, tisztítást, vagyis nyomkodást végezni, és a nagy kezelések közt ajánlott egy kis kezelést végezni, ami lehet hidratáló, vagy a fagyútermelést szabályozó, kordában tartó kezelés is. És emellett nem feledkezhetünk el az érzékeny bőrtípusról, ami az egész arc területén annyira száraz és érzékeny, hogy esetleg a sima vizes mosástól is feszül. Ilyenkor a téli időszakban még jobban kell rá vigyázni, úgyhogy most mondok nektek pár tippet, ami esetleg segíthet ebben. Ahogy láthatjátok, itt van előttem egy csomó termék, és mindegyik egy márkából való. Nem szponzorált ez a videó, viszont ez az a márka, amit én mint kozmetikus választottam magamnak, én ezzel dolgozom, úgyhogy szeretném megmutatni, hogy ezekből mik azok a termékek, amik külön bőrtípusokra esetleg nektek is nagyon jók lehetnek. Én itthon is ezeket használom, és a vendégeimre is ezeket a termékeket szoktam használni. A bőrápolási rutinom nagyon röviden, egy apró kis eltérés van csak a reggeli és az esti rutinom között, mégpedig a smink. Hogyha van rajtam smink, akkor természetesen azt le kell mosnom. Ám azon kívül, hogy egy kicsit több ideig tart, nem igényel különösebb odafigyelést, ugyanis ugyanazzal a termékkel végzem el, mint reggel. Ez pedig, itt láthatjátok, mikromicellás tisztító tej, lemosó tej, ami annyiban különbözik egy micellás arclemosó víztől, hogy krémállagú. Ezáltal hidratálja is a bőrödet. Lehet, hogy páran nem tudjátok, a micella nagyon leegyszerűsítve egy szappan, tehát lúgos hatású, ami szárítja a bőrödet. A bőrnek a pH-ja egy kicsit savas, tehát igyekezni kell abba a tartományba tartani. Ezért nagyon fontos, hogyha micellás vizet, vagy akár ezt is használjátok, utána mindenképpen tonikozzatok. Ha választani kell, hogy micellás víz vagy tonik, akkor inkább a tonikot válasszátok. Nagyon fontos, nem csak, hogy visszaállítja a pH-ját a bőrnek, hanem hidratál is. Az én tonikom az át van möstöntve egy ilyen kis fújhatós üvegbe. Ezt nagyon egyszerűen úgy szoktam alkalmazni, hogy ráfújok pár pumpát egy vattakorongra, és azzal törlöm át az arcomat. A micellás vízhez szeretnék még annyira visszatérni, hogy nyáron, amikor kicsit zsírosabb a bőröm, esetleg, hogyha nektek is zsírosabb a bőrötök, próbáljátok ki a Garniernek a kétfázisú, olajos és vizes fázisú micellás vizét. Hiába van benne olaj, egy nagyon kicsit szárítja a bőrt. Tehát akiknek kicsit zsírosabb a bőrük, nyugodtan megpróbálhatják, hát ha kicsit vissza tudja fogni a fagyútermelést, akiknek viszont száraz a bőre, nem feltétlen ajánlom, csak ha utána nagyon
hidratáltok, ugyanis tényleg szárít. Akiknek viszont nagyon érzékeny a bőre, nagyon száraz, nem feltétlen ajánlom. Egy hét alatt nagyon láthatóan szárítja a bőrt, úgyhogy csak óvatosan vele. Ezután, miután a tonik megvolt, nálam általában szérum szokott következni. Van itt három vizes bázisú szérum, ami szó szerint azt jelenti, ami a neve, vizes a bázisa, tehát nagyon könnyen felszívódik a bőrödbe. Ami nagyon fontos, hogy a sorrend a krémeknek a használatánál mindig a legfolyósabb, legvizesebb állap felől haladunk, a vastagabb, testesebb, zsírosabb krémek fele. Ha csak nem iszonyatosan érzékeny és nagyon száraz a bőröd, nyáron használjunk vizesebb krémeket, vékonyabb, vizesebb bázisú krémeket, télen pedig kicsit zsírosabb krémeket. És még itt is tennék különbséget, nappalra inkább a vékonyabb krémeket a smink alá, éjjelre pedig mehet nyugodtan egy jó vastag hidratáló krém. Meg kell találni azt a fajtát, amire nem pattogtok ki, nem kezdetek el tőle pattanásosodni, viszont nagyon szépen hidratálja a bőrt. Tehát, hogyha megvolt a vizes bázisú szérumunk, akkor jöhet egy olajos bázisú szérum. Én ebből multivitamint vagy C-vitamint szoktam használni. Ez a kettő a fiatal 20 éves bőrökre teljesen elég. Van itt nekem egy kis apróságom, ez egy oxigénes szérum. Hogyha esetleg van otthon galvángépetek vagy ultrahangotok, akkor nagyon szépen be lehet dolgozni a bőrbe azokkal, viszont magába is tökéletesen lehet alkalmazni, és nem csak az Alisszának van, drogériás márkáknak is vannak nagyon jó szérumjai. Annyi az egész, hogy lecsavarod a tetejét, új hegyedre kicsöppentesz egy picit, és ütögető kis mozdulatokkal szépen beviszed a bőrbe. Érezni fogod, hogy mennyit vesz fel a bőröd, viszont ezek úgy vannak csomagolva, hogy nagyjából egy ilyen kis fiola egy használatra elegendő. Ezután két lehetséges mód van a folytatásra nálam. Az egyik az, hogy felteszek egy maszkot, a másik pedig az, hogy csak krémet teszek fel. Hogyha van időm és kedvem, akkor felszoktam tenni egy maszkot, kicsit relaxálni benne. Ezeket körülbelül 10-15 percre szoktam itthon feltenni. Az egyik egy érzékeny bőrre való maszk, a másik, ezt felcseréltem. A másik pedig egy oxigénes hidratáló maszk. Én általában ezt a kettőt szoktam vegyíteni, nagyon sokszor úgy csinálom, hogy az érzékeny bőrre valót azt felteszem az arcom két oldalára, a sima oxigéneset pedig a T-zónába. A maszkot pedig úgy szoktam lemosni, ezt a micellás tejnél elfelejtettem nektek mondani. Van itt nekem egy ilyen kis kesztyűm, egy törölköző kesztyűm végül is, és én úgy szoktam, hogy ezt vizezem be, és a törölközővel szépen letörlöm. Hogyha nincsen ilyen kesztyűtök, semmi baj, egy ilyen kisméretű törölköző is tökéletesen megteszi, meleg vízzel bevizezitek, és akár a maszk, akár a tejmaradvány szépen óvatosan letörlitek az arcotokról. Nem kell dörzsölni, nem kell durván, csak éppen letörölni, hogy lejöjjön a maradék. Ez a két krém, ami itt van, az egyik az egy pattanásos bőrre való fagyútermelődést visszafogó krém, a másik pedig egy testesebb, zsírosabb krém, oxigénnel van ez is dúsítva. Ebbe a téli időszakban jobban szeretem az egész arcomra ezt a vastagabb krémet tenni, és napközben erre pedig a fagyútermelődést visszafogó krémet használom. A maszkokhoz sorolnám még itt ezt a kis krémet, maszkot. Ez egy buborékmaszk, felhőmaszk, nem tudom ki hogy ismeri. Röviden annyi a lényege, hogy felkened a bőrödre, és ahogy felfújódik, felhősödik ez a kis maszk, magába szívja az oxigént a levegőből, és ahogy a buborékok szépen elkezdenek eltűnni, az oxigén belepréselődik a bőrödbe. Én ezeket a termékeket szoktam így a mindennapjaimban használni, jó pár termék van még bent, ugyanis nekem kell az idősödő bőrökkel is foglalkoznom, viszont ezek azok, amik az én bőrömnek kellenek, és ezeket szoktam használni. Két dolgot nem láthattok itt nálam, ami mindenképpen nagyon fontos az én életembe és a bőrápolásomhoz. Az egyik az a bőrradír. Abból nekem a Baleának a barackmagos bőrradírja iszonyatosan bevált, és én évek óta azt használom. Azt ide be is vágom nektek, láthatjátok, hogyha valakit érdekel. A másik pedig a naptej.
Erről szeretnénk nektek egy kicsit külön beszélni, ugyanis nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy fényvédőt használjatok. Talán a legkényelmesebb az, hogyha olyan nappali krémet, esetleg alapozót választotok, amiben már van fényvédő, viszont hogyha nem olyan a krémetek, akkor mindenképpen használjatok. Még ilyenkor télen is nagyon erős a sugárzás, és nagyon tudja károsítani a bőrötöket. Bevallom, én is beleesek néha hibákba, és az egyik legnagyobb hibám talán bőrápolás terén, hogy járok szoláriumba. Nagyon káros, iszonyatosan öregíti a bőrt, viszont nagyon szeretünk barnák lenni, úgyhogy ez talán a nőknek az egyik legnagyobb hibája. Ezért, hogyha esetleg ti is jártok szoláriumba, legalább arra figyeljetek, hogy napközben, amikor kint vagytok, akkor használjatok fényvédőt. Ez egy kis érdekesség lehet, hogy nem mindenki tudja. Ugye a sugárzásnak vannak külön fajtái. Az UVA sugárzásból az A, az az aginget, tehát az öregedést jelenti. Az UVB sugárzásból a B pedig a burninget, tehát az felelős az égésért, ezért figyeljetek oda, mindig nézzétek meg az összetevőket a naptejnek is a hátulján, hogy mind a két sugárzás ellen védjem. És itt még hozzá szeretném tenni, hogyha sielni mentek, akkor pedig nagyon figyeljetek oda a bőrötökre, nappalra is jó vastagon kenjetek naptejet és hidratáló krémet is, és este se feledkezzetek meg arról, hogy jó vastag arckrémmel feküdjetek le aludni. A zsíros pattanásosodó bőrhöz szeretnék még visszatérni egy pillanatra. Rengeteg olyan drogériás termék van, ami nagyon jó eredményeket ígér, viszont alkohol van benne. Ne használjatok olyan terméket az arcotokra, amiben alkohol van, semmi esetre, de tényleg. Nagyon fontos, hogy nézzétek meg az összetevő listát, és hogyha alkohol van benne, messziről kerüljétek el. Nagyon röviden talán ennyit szerettem volna elmondani nektek a bőrápolásról, hogyha bármi kérdésetek van még, akkor a komment részlegbe várom azokat, fogok rájuk válaszolni. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogyha hasznosnak találtátok ezt a videót, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ne felejtsétek el, még egyszer elmondom, hogy a Brodapestnek is van már Instagramja, minden itt lesz a leírásba, úgyhogy kövessetek minket Instagramon, iratkozzatok fel az összes YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le semmiről. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!